Rendeljünk házhoz. Erre buzdítanak a miskolci étterem tulajdonosok, akik vállalkozásuk fennmaradása érdekében fogtak össze. A szigorítások miatt sokan ugyan nem a megszokott módon üzemelnek, de továbbra is nyitva tartanak. Vannak, akik sikeresen át tudtak állni a kiszállításra, és vannak, akik kénytelenek voltak bezárni. Most a vendéglátás számára a túlélés a cél. Néhány hete maszkban még beülhettek a vendégek az éttermekbe, a maszkot csak az étkezés idejére vehették le. November 11-e óta azonban már csak az elvitel vagy a házhoz rendelés lehetséges. Erre sok étterem nem készült fel, sokan viszont tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Malacragúleves készül, húsleves és székely káposzta. Rotyognak a fazékban a mai napi menü ajánlatai ebben a miskolci étteremben. Ők eredetileg helyben fogyasztásra készítettek ételeket, de tavasztól már elvitelt és kiszállítást is vállalnak. Az újabb őszi szigorítások miatt nekik is újra kellett tervezniük. Most az újrabezárás ez elég nehezen érint minket, tehát most már a benti leülős vendégek kiestek, nagyon hiányoznak. Az elvitel és a kiszállítás maga az működik, de az maga nem tudja az egész működés lefedni, az összes költséget, egyebeket, tehát elég nehéz ebből a szempontból. Ebben a miskolci étteremben már a megnyitás óta vállalnak kiszállítást, így náluk továbbra is zökkenőmentes a munka, sőt, személyzetbővítésre is szükségük volt. Vannak viszont olyan vendéglátó helyek, akik segítségre szorulnak. Az ő érdekükben is kezdeményezett összefogást a miskolci cég. A saját márkánk nevében is arra buzdítunk mindenkit, hogy rendeljen ételt. Ez szerintem most nagyon fontos mindenkinek ebben a szakmában. Gyakorlatilag mindegy, hogy Miskolc melyik remek étterméből választ a vendég magának ételt. A legfontosabb az, hogy most segítsük a bajba került éttermeket. Ezeknek a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak próbál segíteni az állam bértámogatással és áfa csökkentéssel. Természetesen segítség, nem is kicsi. Tulajdonképpen a társadalmi biztosításnak az elengedése, a minimál, illetve a béreknek az 50%-os, ez egy nagy segítség, ami ugye március-áprilisban nem volt. Tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy ez most csapódik le. A megkérdezett étterem tulajdonosok szerint az elmaradt rendezvények okozzák jelenleg a legnagyobb veszteséget, és a legtöbben ezért a túlélésért küzdenek. Ezért is buzdítják a miskolciakat arra, hogy segítsenek, és aki tud, a veszélyhelyzet ideje alatt is válassza az elvitelt, vagy rendeljen házhoz.